Kolarosz Kémese vagyok, 20 éves, és Békés Csabáról jöttem. Az első gála, amit láttam, az 2017. január 21-én volt, ha jól emlékszem, az Áttörés gála, ahova az egyik kedves Békés Csabai barátom invitált meg. Elmentünk megnézni, és akkor volt az első pillanat, amikor azt mondtam, hogy úristen, mi az, én ezt szeretném csinálni, és meg akartam ismerni jobban, hogy is épül fel az egész. Az első edzés a 18. júli végén volt. Tihanyi Peti volt az első edző, akivel találkoztam, és ő tartotta nekem az legelső edzést. Igazából ugye, mivel 17-ben volt az első gála, amit láttam, egy évet ugye vártam ebben, hogy kipróbáljam az egészet, és addig ugye valamennyire követtem ennek a történetét, de csak mint néző. És mindig érdekelt ugye, hogy ezt hogy csinálják meg a birkózók, hogyan készülnek, és amikor az első edzésre lejöttem, hát nagyon meghaltam, nagyon elfáradtam, és teljesen másmilyennek képzeltem el az egészet. Szintén szólva azt hittem, hogy ez egy egyszerű dolog, de aztán, hogy így minél jobban beleásod magad, rájössz, hogy egyáltalán nem egyszerű, és igenis bonyolult dolog. Ugye, mivel kevés lány van, és amikor kezdtem, akkor talán egy lány volt a csopiban, de amúgy a fiúk nagyon rendesek voltak mindig, mert nagyon odafigyeltek rám, engem nem úgy ütöttek meg, tehát ilyen külön figyelmet kaptam tőlük, hogy velem óvatosabban bántak. Ezen sokat gondolkoztam, hogyha tényleg így valaki megkérdezi, hogy mi az, ami megfogott benne, és igazából ilyen konkrét dolog nem, hanem ilyen sok apró dolog, ami megfogott az egészben. Talán az, hogy van benne egy nőiesség is, meg egy küzdősport rész is, és igazából az, hogy te melyik részét érvényesíted, az már a te dolgod, és teljesen te döntöd el, hogy mit formálsz meg, és mit adsz a nézők elé. A magánéletemet tekintve szerintem nagyon sok pozitív dolgot kaptam, főleg ugye a kiállásomat, hogy kimerek állni magamért például, és bármit, amit el akarok élni, azt tudom, hogy az csak kemény munkával lehet. Mostani gálát illetően egy nagyon várom, azonban nagyon izgulok, de teljes mértékben úgy érzem, hogy az edzőimtől megkaptam a kellő felkészítést, úgyhogy bátran kimerek állni, és azt az emesét szeretném bemutatni a nézőknek, aki meghatározza a közeljövőben az európai női birkózók világát. I'm not gonna stop this fire.